Mivel nyugtatnám meg a szurkolókat? Én azzal nyugtatnám meg a szurkolókat, hogy ugyanolyan tüzes, tökös játékot fogunk játszani, amit eddig, és egy kőkemény magyar válogatottal fog szembe találkozni az a lengyel. Minden meg fogunk tenni a győzelemért, és amit eddig mutattunk szerintem, mint csapat, mint játékban, mint összeállva, mint csapatszellem, így nagyon nagy esélyt látok a jó eredményre. Összeállva, mint csapatszellem, igen. Így van, tehát mindent meg fogunk tenni, ugyanezt fogjuk játszani, mint eddig, úgyhogy mi nem változtatunk semmit, remélem ők se fognak változtatni, ugyanígy fognak szurkolni nekünk. Hát nehéz lenne bármit is mondani, úgy gondolom, hogy majd a jégen fog kiderülni, hogy mennyire is állunk készen. Úgy érzem, hogy a hangulat most egyelőre nagyon jó, mindenki azért izgatott a holnapi meccs kapcsán. Mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében, úgyhogy egyelőre ezzel tudnám nyugtatni a nézőket, hogy biztosan 100%-ot fogunk nyújtani holnap. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. A 4 nap alatt teljesen összeült a csapat, és tényleg szerintem egy olyan brigád alakult ki, hogy mindenféleképpen esélyesként megyünk ki a pályára. Nem vagyunk feszültek, és az otthoniakat azzal nyugtatnám, hogy úgy fogunk kimenni erre a meccsre is, mint az olasz ellen és az ukrán ellen, tehát mindent fölteszünk egy lapra, és semmit nem fogunk magunkba hagyni. Nem is kell szerintem idegesnek lenni. Látszik a csapaton, hogy bízik mindenki egymásban, és tényleg mindenki azt teszi, amiben a legjobb, és ezzel nem szabad változtatni, úgyhogy felkészültek vagyunk, készen állunk. Szerintem Jancsi is. Igen, én is úgy érzem, hogy nem kell mit változtatni, és nagyon készen áll mindenki. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. Megyünk-e? Ladányi, jó passz, ott az itt Fejvar! Most már Tom belövi! A magyar válogatott feljut a legjobbak közé! Ez hihetetlen! Ember hátrányban! Most, aki a tesóját nézi! Ilyet! Ki kellett ide jönni a világ végére, hogy ezt megérjük! A negyedik gólja Vas Mártonnak, a tesóját, akit jogtalanul állítottak ki, ezért vesz bosszú, de hát ez már mindegy. Ez testvér bosszú volt, igen. Hát,